Köszöntöm nézőinket, Önök a Szentendre Ma hírmagazinunkat látják. Elsőként nézzük mai adásunk tartalmát röviden. MHA Tiszti Akadémia, nyílt nap a bázison. Rendőrség, Szentendrén toboroztak. Téli időjárás, sok veszélyt rejt magába a fűtésszezon és a csúszós utak. Látványos bemutatóval várták a pályaválasztás előtt álló fiatalokat az MHA Tiszti Akadémián január 12-én reggeltől délutánig, amikor a katonai élet mindennapjaival ismerkedhettek az ország különböző részéről érkező látogatók. Nem könnyű egy fiatalnak eldöntenie, hogy milyen pályát válasszon magának a középiskola után. Ezt a döntést igyekeznek megkönnyíteni az egyenruhás szervezetek, akik időről időre ellátogatnak az oktatási intézményekbe, és a saját bázisukon is szerveznek bemutatókat nyílt napjaik alkalmával. Az MHA Tiszti Akadémia január 12-én engedte meg, hogy megismerkedjenek a hétköznapi életükkel, feladataikkal a hozzájuk látogató diákok, akik az ország különböző pontjairól érkeztek az akadémiára. Ma a fiatalok részt vettek egy tábornoki köszöntőn, a parancsnokok köszöntötte őket, majd végrehajtottunk nekik egy tanulmányi bemutatót, összesítőt, hogy milyen feltételekkel tudnak jönni, majd statikus pontokat tekintettek meg, tehát lerögzített állóhelyi termekben fegyvereket, harcjárműveket, eszközöket, múzeumot, illetve kaptak jó meleg forró babgulyást, ami katonákra jellemző, hozzá jó meleg és tepertős pogácsát, meg teját, majd pedig most a dinamikus ponton vesztek részt, ahol kettő helyszínen épületharcászatot és egy találkozóharcot mutatunk be a gyerekeknek. Sajnos 57-en vannak csak, 158-an regisztráltak be, többen telefonáltak, hogy rossz idő, mert nem tudtak eljönni. Helyi iskolákból jöttek, és Budapestről jött, kettő iskolából érkeztek. Ilyenkor van-e lehetőség arra, hogy egy kicsit elbeszélgessenek velük, hogy kipuhatolják a további terveiket? Igen, már a délelőtt folyamán, amikor tavaly tájékoztatot betartok, akkor is beszélgettünk velük, illetve most végigkísérjük őket minden ponton, majd amikor végre szállnak a bemutatónak, akkor visszamegyünk az eredeti helyszínre, és feltetik a kérdéseiket, válaszol nekik, illetve személyes élményszerű beszélgetést tudunk folytatni, mi is, de ennél még sokkal többet tudunk nekik adni. Menet közben lehoztuk a tavaly ide jelentkezett hallgatókat, ők a legautentikusabbak, és ővel tudok beszélgetni, mert ő saját élményeken keresztül, saját 20 éves társaik sokkal meggyőzőbbek tudnak lenni. A lelkesedés is nagyon nagy, és mondhatnám, hogy 99%-os, tehát azért ez köszönhető annak, hogy tetszik mindenkinek ez a fajta millió. Azért a valóság az, hogy a végén egy 50-60% jelentkezik, és azért egy 15-20% effektíve meg is fog érkezni egyébként őszre. A legközelebbi alkalom novemberben lesz, de ez csak a nyílt napunk, de nem felejtjük el őket, hiszen novemberig több mint 100 iskolával van kapcsolatunk, és majdnem heti rendszerességgel több iskolát felkeresünk, és ugyanezt a bemutatót kisebb volumenben végrehajtjuk, tehát gyakorlatilag a nyár kivételével az egész évben követjük a gyermekeket. 1, 2, 3! Folyosó, Y-szilon, Y-szilon! Jobb rajtó! Jobbra új elszerveződés a falon! Egy! Kettő! Három! Egy karabé! Tár! A bemutatón olyan fiatal katonák is részt vettek, akik egy évvel ezelőtt még a bemutató napon látogatóként léptek be az intézmény területére, és azóta a katonai pályán fejlesztik, képzik magukat. Kecskemétről érkeztünk a Gáspár András rendészeti szakközépiskolából, szakgimnázium. Mi az, ami leginkább megfogott téged a mai napon? Hát a tankoknak a szerelőcsarnokában a munka. Esetleg a későbbiekben milyen pályát választanál magadnak így, hogy ma ide ellátogattál?
Hát én inkább a repülők után érdeklődnék, és Szolnokra mennék a repülő légirányító központba, vagyis ott szeretnék tanulni. Nagyon sok információ is elhangzott, gondolom a mai napon, és most egy bemutatóra készülnek nektek. Mit gondolsz, hogy mit láttok majd itt? Hát láttunk már egy BTR-t, úgyhogy valószínűleg lesz valami BTR-es ütközet, illetve valami más akció. Utána lesz majd lehetőség arra, hogy a katonákkal beszélgessetek. Neked személy szerint milyen kérdéseid lennének? Hát, hogy szeretnek-e itt dolgozni, és hogy mit gondolnak a iskoláról, illetve a katona életről. Neked egyébként mennyire tetszett az akadémia? Nekem személy szerint nagyon tetszett az akadémia, szívesen járnék ide. Az időjárás miatt nem tudott minden érdeklődő eljutni a Szentendrei bázisra, de a katonák az elkövetkezendő időszakban több oktatási intézménybe is ellátogatnak majd. A következő nyílt napot pedig ősszel tartják majd az MH Altiszti Akadémián. A Pest megyei rendőrfőkapitányság toborzó csoportja 2017. január 11-én Szentendrén a 2. Rákóczi Ferenc gimnáziumban és a Petzelt József szakközépiskolában adtak tájékoztatást a határvadász képzés iránt érdeklődőknek. A toborzó csoport tagjai felvilágosítást adtak a jelentkezés és a képzés feltételeiről. Többen jelentkezési egységcsomagot is vittek magukkal. A csoport a következő időszakban a megye több pontján, rendőrőrsökön megrendezett nyílt napok és városi rendezvényeken várja az érdeklődőket. Balesetek, lakás és kéménytüzek jellemezték az elmúlt napok hideg csúszós időjárását, amik némi körültekintéssel, odafigyeléssel megelőzhetők a szakemberek szerint. Az előrejelzések szerint péntek éjfélig az ország nagy részén, így Pest megye több járásában, városunk környékén is jelentős csapadék várható. Eleinte első ónos eső formájában, ami havazásra változik. A tartós ónos eső miatt jégpáncél alakulhat ki az utak felületén, fokozott óvatossággal közlekedjenek az úton lévők. Akár gyalogosan, akár gépkocsival teszik ezt. Napok óta, hogy lehet már hallani a tévékben, rádióban és egyéb oldalon, akkor extrém ideg van Magyarországon. Hát ugye ez a mínusz 20 fok, de volt, ahol Pest megye pont északi település a 28 fokot is elérte. Igen, gyakorlatilag lefagyott útszakaszokra találkozhatunk az útrakelők, illetve hát ugye maga az emberek is fáznak, ezért aztán fűtenek mindenféle módon. Sajnálatos módon ugye a vegyes tüzelésűeknek a száma megnövekedett, illetve nem ez a sajnálatos, mert ez egy állapot, hanem az, hogy ebből adódóan rengeteg a kéménytűzünk. És magából nem is a kéménytűz a veszélyes, persze ez sem egy kellemes dolog, és ez is veszélyes, hanem maga ebből adódó tetőtüzek, ami nagyon veszélyesek, illetve kialakult családi házak, vagy éppen közösségi épületek égnek le. Nagyon hideg van, hogy mi szoktuk mondani, tűzoltók, gyakorlatilag az emberek most mindent próbálnak, illetve mindent égetnek. Ez nem jó. Tehát lehetőség szerint azért szemetet, hulladékot ne égessünk, hiszen ez nagyban befolyásolja a kémény karbantartását, hiszen kátrány korom lerakódik a kéménybe. Ez azért is veszélyes, mert ugye tömöríti maga a nyílást, egy előbb-utóbb ez ki fog gyulladni, ahogy említettem, rengeteg a kéménytűzünk, illetve maga az égés termék nem tud majd a kéményen keresztül eltávozni, hát az valahogy vissza fog jönni, tehát az be fog jönni a lakásba. Ez is szoktuk azt mondani, hogy a hulladék égetése tényleg szigorúan tilos, már csak azért is, mert a maga környezetet is szennyezzük ezzel, illetve hát most nehéz azt mondani, mert ugye esett a hó, de lehetőség szerint tényleg nyáron beszerezni a tüzelőt, és ne nedves fával tüzeljünk, mert ez is kátrányosodást okoz, illetve fejleszti a koromképződést. Téli felkészülés egyében azért nagyon sok fórumon el szokott ezt hangzani, hogy az autókat fel kell készíteni. Ugye gondolok én erre téli gumi, ablaktörlő, izzócsere, de ezt még mindjárt tél elején, az ősz vége fele meg kell tennünk, ha már az ősz beköszöntével is ajánlatos megtenni, meg kell tenni. És ahogy mi szoktuk mondani, nem csak az autót, hanem az autóst is fel kell, tehát önmagunkat is fel kell készíteni, hogy megváltozott az útviszony. Tehát ennek megfelelően kell közlekedni. Most éppen leesett a hó, csúszósá váltak az utak. Tehát ennek megfelelően kell közlekedni, tehát fokozott látás és útviszonyoknak megfelelően. Tehát arra fel kell készülnünk, hogy menetidő meg fog nőlni. Tehát csúszósá válnak az utak, tehát nem száguldozhatunk. Valóban le fognak lassulni, lelassul a közlekedés, ennek megfelelően kell majd vezetni.
igaz ez az autósokra, de igaz a gyalogosokra is, hiszen a gyalogosok is ugyanolyan veszélynek vannak kitéve, hiszen a járdán ott lesz a hó, nem biztos, hogy el lesz takarítva, pláne, hogy aki hajnalba indul, annak fel kell készülni, hogy csúszósak ezek az úttestek, illetve maga a tömegközlekedés is lassulni fog, és akár mondjuk a vonatközlekedésben is lehet, vagy éppen a, mondjuk az autóbusz közlekedésben is lehetnek csúszások, akár várakozások is. Erre fel kell készülni. A Magyar Közút Nonprofit ZRT Pest megyei igazgatósága 48 kombinált géppel végzi az utak tisztítását. A gyorsforgalmú utak nedvesek, a fő- és mellékutak váltakozva sónedvesek, néhol havasak, latyakosak a magasban fekvő területeken, lefagyások is előfordulhatnak. A megváltozott útviszonyok miatt lassulás várható a közlekedésben, illetve esetenként forgalomkorlátozásra lehet számítani. Fontos látszódni és látszatni, hogy szokták ezt mondani. Valóban meg kell takarítanunk a fényjelzőkészületet, a lámpákat. Ez nem csak azért, mert mi biztonságunk érdekében, hiszen azért gondoljuk bele, hogyha hátul nem jól látszódik, és akkor valaki később vesz észre és fékezés nélkül esetleg neki megy hátul az autónak, hanem mi saját biztonságunk érdekében, hiszen azért tényleg hajnalban álmos az ember, egyéb más módon mondjuk fáradt és nem figyel oda, azért ez tényleg életet mentett, és valóban a szélvédő, az nagyon fontos momentum, mielőtt elmegyünk, azért takarítsuk le. Ne csak attól, hogy kis lukon, mondjuk ahogy szoktuk, sajnos én is láttam már, hogy kis lukon néznek ki az emberek, nem valóban jégmentesítjük, kapadjuk le, és lehetőség szerint tényleg a havat is söpörjük le. Illetve terrautóknál pedig fel kell készülni, hogy ha még ponyvás terrautó vagy dobozos, annak tetején biztos, hogy meg fog fagyni a jég, a víz. Azt ő nem fogja letakarítani, arra viszont néha előfordul az, hogy tényleg ilyen nagyobb kanyarba, pláne hogyha van már egy kis plusz, egy kis olvadás, az le fog csúszni és éppen beteríti az autónkat, ez nem egy kellemes dolog. Gyakorlatilag itt az önkormányzat, vagy ha a magán jellegű autó, nekik a felelősségük azt, hogy megvizsgálni, hogy alkalmasak erre ezek a vízfelszínek. Természetesen csak álló vizek felszínén lehet korcsolyázni, ahogy említettem, ha alkalmasak erre, mert vannak olyan tavak, mondjuk a belső hőmérséklet miatt, ami nem éri el azt a jégvastagságot, és ez miatt veszélyesnek tekinthetjük. Hát valóban, illetve a folyóvizek torkolatánál, így például a Duna, tilos korcsolyázni. Ugye mi azt szoktuk mondani, illetve a szakemberek is ezt javasolják, legalább illetve minimum 10 cm, illetve az fölötti jégvastagságnál merészkedhetünk a jégre, de természetesen akkor is fokozott óvatossággal, hiszen a jég az jelez számunkra. Ha látjuk, hogy repedés van már rajta, az már egy jel. Ha hangot is hallunk, akkor az már biztos, hogy komoly gondot jelent, akkor minél előbb el kell hagynunk ezt a vízfelszínt, de lehetőség szerint ne fejfeszve menekülve, ha más módon nem, akkor feküdjünk hasra, hogy minél jobban szétterüljön a súlypont, tehát ne egy ponton nyomjuk azt a jégfelszínt, és akkor úgy hason kúszva hagyjuk el a felszínt. Szentendrén az önkormányzati utakat Szentendre város déli útüzemeltetési szabályzatának megfelelő sorrendiségében lehet hó- és síkusság mentesíteni, ami azt is jelenti, hogy amíg folyamatos a havazás, addig kizárólag az első osztályba sorolt fő közlekedési gyűjtő utak takarítását kell végezni, majd utána lehet áttérni az alacsonyabb szolgáltatási osztályba sorolt utakra. Olvasható a város weboldalán, ahol a hódiszpécser elérhetősége is megtalálható, aki a szóró ekéző járműparkot irányítja, és a 0620 320 72 16-os telefonszámon bármikor hívható, készségesen válaszol a panasz bejelentésekre, illetve elmondja, hogy éppen mely utcákban dolgoznak a járművek, és nagyjából mikorra várható az érkezésük a bejelentő utcájába. A Szentendre ma adását látták, maradjanak továbbra is velünk hamarosan, Művészváros című kulturális magazin műsorunk következik. Hírmagazinnal legközelebb hétfőn este 7 órakor jelentkezünk. Addig is visszakereshetik műsorainkat a tvszentendre.hu honlapon, ahol friss híreket is olvashatnak, és élőben követhetik adásunkat, amit az Itt-Ott TV alkalmazáson is elérhetnek. De csatlakozhatnak oldalunkhoz a Facebookon is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!